Jó napot kívánok mindenkinek, egy szuper nézzünk meg, ráadásul egy Greenland verzió, ahogy ezt láthatjuk. A motor ez egy 1.6-os dízelmotor, rendkívül gazdaságos fogyasztás, 105 lóerős ez a moci, és egy start-top funkcióval ellátták a gyárban, amit ki tudunk kapcsolni, illetve bekapcsolni. Tulajdonképpen 32.000 km-es autónak a motorját nézegetjük, ezen igazából túl sok mindent nem fogunk látni, meg hallani. Tökéletesen szépen jár, azt is láthatjuk, ez egy új modell, hiszen 2011 5. havin, mint mondottam. Itt az oldalára is fölírták a Skoda cég, hogy ez ilyen takarékos verzió, és vigyáz a környezetünkre is, úgyhogy nagyon rendesek tőlük. Amúgy egy fekete metál autó, teljesen gyári érintés, sérülés és karcmentes kocsi, sok gyári extrával, mint például tolató radarral, illetve 4-5 ajtós funkciót is lehet kivitelezni, azaz tudjuk ezt az ajtót 5 ajtósnak nyitni és 4 ajtósnak is, és egy elektromotor segít, hogy bezárjuk az autónak a csomagterét. És ugye ezt így is ki tudjuk nyitni, tehát így egy 4 ajtós autónak a nyitás nagyon praktikus és jó pofa találmány. Köszönjük szépen, Skoda művek! Nézzük meg az autónak a belsejét, remélem, hogy az is megnyeri a tetszésüket. Egy nagy tágas ülés rend van itt hátul, szó szerint itt egy nagyon-nagyon magas ember is bőségesen és kényelmesen elfér, mert itt van itt legalább fél méter itt a lábam és az első ülés között. Sok légzsák van benne, itt fönt is láttunk a függöny légzsák, oldal légzsák van benne, és itt hátul is tudjuk, hogy nagyon meleg van, és hogy hány óra, illetve kis tartó dobozkákat is elhelyeztek benne. Középső könyöktámasz és fejtámla természetesen a hátsó utasnak. Hátul is elektromos ablak, tehát 4 darab elektromos ablak van benne. És nézzük itt az első részben, mit találunk. Szép díszítések. Itt a belépőnél is 4 darab elektromos ablak, elektromos tükör van. És aztán nézzük a többit is. Itt is ugye légzsákok elől természetesen. Sok-sok üzemanyag, ez megint jó, és itt láthatjuk a 39230-as állást. Természetesen erre még garanciát vállalunk, itt van egy magyarországi autó vezetett szervizkönyves, amit meg is fogok mutatni már is. Azért én leállítom, és akkor megnézzük, hogy mit tesz az autó. Nagyon szépen indul, minden kialszik benne, úgyhogy teljesen rendben vagyunk. Csak az világít, aminek muszáj világítania. Gyári zene, ez rendkívül jól szól, szintén. Ezt nem bömböltetjük. Gyári hifi rendszer, ugye ez benne, ami nagyon szépen szól. Kipörgés gátló, illetve itt ezt a start-stop funkciót lehet kibekapcsolgatni. Leáll nekünk az autónk, és ezt itt a műszerfalon meg is mutatja, hogyha én bekapcsolom, illetve kikapcsolom, akkor látjuk, hogy ez üzemel, vagy sem benne ez a dolog. Középső könyöktámasz, jó kis fakok bele, rámolható dolgok, és itt ez a fontos része, talán az eredeti kulcsának a második fele, originál verzióban a szerviz, ahol szervizelték az autót, a névjegykártya, utána lehet csekkolni, minden számlája benne van az autónak, minden szervize, ami eddig volt, az ott rendben van, az autó garancián is, hiszen gyárilag 4 év garanciával rendelkezik, és itt pedig a magyar szerviz füzette, és láthatjuk, hogy 2011. 5. hó 27-én került forgalomba ez az autó Magyarországon, hiszen ez egy magyarországi autó. No, tehát akkor ez lett volna a kis Skodánk, remélem ez önöknek tetszik, az ára az rendkívül jónak mondható, egy teljesen gyári darabot nézegettünk meg, kevés kilométerrel, teljesen újszerű állapotban. Jöjjenek el hozzánk, nézzék meg ezt az autót, remélem, hogy sikerül hamar megegyeznünk. Hogy várjuk Önöket az M3 autóparkban, a viszontlátásra.